Meg akkor fenni. Innen valami jó képet lehet csinálni, amikor ott fordul. Ez nagyon szép, mikor innen. De nem nagyon izgatja magát, hogy most lejtél, hanem azért fölfelé. Jó, meglassul egy kicsit, de... Ez a legszebb. Igen, hogy fordul. Ha így meg tudod csinálni, hogy a hátteret legálod, a szőségét. Hát igen. Na jó gyerekek, de ez a poszter, ez valami 3 méteres poszter volt. Jó, hát ezért, ha úgy. Hát de most is van majd 2 méternyi anyag rajta. 90 meg 2x50 centi. Mi a szalnak hívják? Irányvonat? Dunaújvárosban. Bérmozdonyban. Eldöntöttük, hogy menjünk Prágába, Rony bácsi. Az új cseh magánvasútban. Iszunk egy jó sört. Nem tudom. Föl is toltam a bakra, mindjárt. Jaj, de nekem! Siker, Jani? Nem jó, a fenét még nem látok a tehervagontól. Ezek le vannak ragasztva, nem? Nem muszáj, itt mindent. Amit nem, ami fönnmarad véletlenül, amikor félhagytad, akkor hallod, hogy kopog. Ári elmondani, hogy széttakadási folyamat van. Nem félek hozzá. Hát ezek a kis vasút nagy rejtelmei, gyerekek. Nem kicsit gurulj vele előrébb, hogy egyenes legyen, vagy nem tudom. Úgy. Jó, haszak. A kilátó vagon megállt egy kicsit, hogy nézzel, hogy a ipari területen.